hogyha az idén is ilyen nagyságrendben tudunk, akkor természetesen vannak tervek. Hát az én fejemben mindenekelőtt az van, hogy folytatjuk az útépítéseket. Ugye decemberben majdnem teljesen elkészült a Harcsa utca, a Murutya utca, Ponty utcai új, körülbelül fél kilométeres új út. Mihelyest az időjárás majd engedi, január végén vagy februárban meglátjuk. Az egyik legfontosabb, amit szeretnék az idejében keresztül vinni, az egy arculati tervezés Pilis Csaba számára, meghatározni egy szlogent, meghatározni egy arculatot, ami végigmehet úgy a honlapon, mint a levelezőlapjainkon, a tábláinkon, és szeretném azt, hogyha elkészülne egy olyan arculati terv, ami az utcabútorainkat határozza meg. 2016 egy nagyon fontos év lesz Solymár számára, hiszen 1266-ban kelt IV. Béla kancellárjának tollából az a zoklevél, ahol Solymárt először említik, ez településünk első írásos emléke, és bár tudjuk, hogy a bronzkori ember is élt már Solymáron, de ez az első írás, úgyhogy innen számoljuk Solymár nevét és történelmét. Ez 750 éve lesz ugye a jövő évben. Hát a település számára az, hogy ez a folyamat, ami az elmúlt években szépen és lendületesen ment a beruházások sora, ez ne szakadjon meg. Azt kívánom, hogy minden olyan beruházásunk teljesüljön, hiszen az anyagi háttér, mondom, most is rendelkezésre áll, ami a képviselőtestület, a bizottságok asztalán van, és a község javát szolgálja. Lehet bevonják el